5 perc múlva el fog kezdeni az üzenet, és csak akarok titeket készíteni arra, hogy... úgy hallgassátok, hogy ebben ott vannak a kijelentések. De van egy általános kijelentés az országra, az a folyam, ami jönni fog. Van egy kijelentés, ami már a mi gyülekezetünkre, azon meg a hálózat és a mi gyülekezetünkre is benne van, nagyon magvasan egy kijelentés, amiről egyébként igencsak összecseng azokkal a dolgokkal, amiket mi már pedzegettünk előző egy-két hónapban. Sokan hallom itt is, többetektől hallottam, és nagyon sok helyről hallom, hogy szinte ugyanezeket a dolgokat kapták erre az évre, ugyanezekkel az igékkel is, ez jó, mert én is hasonló dolgokat kaptam, és az Isten készít elő egy újat. Aki még nem tudja, lehet a képet is kérni, mert akkor látom az időt. Csak nem fogom látni, jó. Aki még nem tudja, minden évben az a maga hálózat, ugye Imre apostol, ő az, aki minden évben elkér egy üzenetet az évre, és az az üzenet az az évet meghatározza. És azok az emberek, és ezt megfigyeltem, a negyedik éve van talán ez, nekem mind az előző három évben elképesztően konkrétan és elképesztően meghatározó módon jelen volt az az üzenet, az a pár dolog, amit ki lett mondva az év elején. És megfigyeltem azt, hogy kétféleképpen fogadják ezt az emberek. Van az, aki azt mondja, hogy jó volt, meg hát jó volt, de egyébként szerintem a Biblia mást is mond erről, van ez a típusú ember is. Meg van az az ember, aki csöndben marad egy ilyen üzenet után, és csak emészti. És jegyzetel. És fogadja. Az év végére nagyon látod a különbséget a két ember között. Legyél te az, aki fogadod és fogadod ezt az üzenetet. És szóljon ki a szívedbe egy-két dolog. És imádkozz ezért, hogy szóljon ki a szívedbe az, ami rád vonatkozik. Mert te a gyülekezetre ki fogsz szólni, azt tudtél. De szóljon ki a te szívedre is az, ami rád vonatkozik. És az az ige van bennem, hogy amikor jön a magvető, akkor többfajta föld van, ami bele tud esni a mag. Van az út mentén, mert beleesik csak felszínes. Ez a jó volt kategória. És onnan kifújja a szél, az nem fog gyümölcsöt teremni. Van az a kategória, ahol beleesik a földbe, de tele van tövisekkel. És a tövisek, ahogy elkezd felnőni ez a mag, megfojtják és meghal, és megint nem jut el a gyümölcs termés állapotába. Kérlek, időnként frissítsed, hogy lássam az időt. És ezek a tövisek, ezek a keserűség, a hitetlenség, a szkepticizmus, és olyan dolgok, amelyek megfojtják azt a magot. Van a sziklás rész, ahol a sziklák közé esik, az a kemény szív. Ami már nem puha szív, ami megkeményedett, és már nem tudja fogadni. Arról lepattan, ahogy egy kőre rádobsz egy magot. És van a termőtalaj, ahova beledobják, és látszódik. És elkezd felnövekedni, elkezd kivirágozni, és gyümölcsöt terem. És készítsd elő a szívedet, hogy termőtalaj legyen. És atyáim, most így imádkozok azért, hogy nyissad ki nekünk ezt az üzenetet. Azokat az igéket. Szent Szellem, most imádkozok azért, hogy mindannyiunk szívében legyen meg az a fogadó készség, amivel nem csak emberileg elfogad egy jó üzenetet, hanem amiben bele tudja a Szent Szellem a rá vonatkozó személyes kijelentéseket is hinteni. És atyám, én csak egyért imádkozom. Legyen meg az, amit te mondasz a Bibliában. Itt vagyok, Uram, és hallja a te szolgád. Hallja a te szolgád, legyünk halló szolgák ma. Az Úr Jézus nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit így 2021-es évnek az elején. Jó volt az a hálaadás, amivel lezárhattuk a 20-as évet, ami nem egy hétköznapi időszak volt, de elérkezett az új év, és egy új reményteljes jövőt láthatunk. Szeretnék néhány kulcsszót adni nektek, amit a Szent Szellem rám terhelt az elmúlt időszakban, már december elejétől kérdeztem az Urat, hogy mi az, ami az elkövetkezendő időszakra számunkra meghatározó lehet, és két kulcsszót adott nekem, amit szeretnék veletek megosztani. És alig, hogy megérlelődött ez a két kulcsszó, tanulmányoztam a Bibliát ezzel kapcsolatban, igényelve a Szent Szellemnek azt a kijelentését, ami megvan ígérve a János evangéliumában, hogy amiket hall, és a bekövetkezendőket kijelenti nekünk, az eljövendő dolgokat, úgyhogy ezzel a hittel fogadtam ezt az üzenetet.
és éppen akkor Böszörménybe jártam, és pont ott volt egy olyan kulcsszó, amit a Szent Szellem megerősített, és tudtam, hogy ez azért kell, hogy elhangozzon, hogy bátran hirdessem ki ezt az üzenetet nektek. Itt alapvetően két kulcsszó az, ami bennem van 2021-re. Ez a kettő nem feltétlenül kapcsolódik egymáshoz, de mindegyik egy önálló és fontos tartalmat hordoz. Ez az egyik kulcsszó az azonnal, a másik kulcsszó pedig az aratás, a nagy aratás, a boldog aratásnak a kulcsszava. Mind a kettőről szeretnék egy picit beszélni nektek, bemutatni, hogy mi van az atyának a szívén. Az azonnal szó lehet, hogy egy kicsit furcsának hangzik első látásra. De hogyha megnézzük az evangéliumokat, a szinoptikus evangéliumokat, a négy evangéliumot, van egy evangélium, ami egy picit különleges és eltérő, persze mindegyikre lehet ezt mondani, de a Márk evangélium azért különleges, mert egy olyan dinamikája van annak az evangéliumnak, ami a többire nem annyira jellemző. És ez a dinamikát pedig az a szó hozza, hogy ott szerepel legtöbbet az azonnalnak a szava. 23-24-szer szerepel a Márk evangéliumában, és ez egy különös dinamikát hoz be az evangéliumi eseményekbe. És úgy érzékeltem a Szent Szellemtől, hogy erre a szóra nagy szükségünk lesz 2021-es évben. Alapvetően három aspektusát szeretném ennek röviden bemutatni. Az azonnal, hogy ez az Isten menetrendjében mit jelent, hogy az azonnal szó mit jelent az ördögi menetrendben, és hogy mit kell, hogy jelentsen az emberi menetrendben. Mind a három aspektusát szeretném egy picit bemutatni. Az isteni menetrendben az azonnal az azt jelenti, hogy fölszaporodnak, fölgyorsulnak az isteni cselekvésnek az eseményei, és azonnal megtörténő csodák, és azonnal megtörténő ima meghallgatásoknak a sokasága kezd el fölszabadulni. És ahogy az evangéliumokban olvashatjuk, ez az isteni oldal, amit szeretnék hangsúlyozni, és legyél kész az azonnali csodákra ebben az esztendőben. A Márk evangélium a 2:10-12-ben olvassuk, hogy Jézus, mikor találkozott a bénával, azt mondja, mondom neked, kelj fel, vedd a te nyoszójádat és menj haza, az pedig azonnal fölkelt, fölvette a nyoszójáját, ugye ez a hordozható ágyát, és mindenki szeme láttára kiment, úgyhogy mindannyian csodálkoztak és dicsőítették az Istent. Vagy mikor Jézus szolgált a Márk 7-ben, meg van írva, hogy szolgált a vak felé, és szólt neki, hogy Effata, azaz nyílj meg, és azonnal megnyílt a füle, bocsánat, nem a vak, a süket ember felé, azonnal megnyílt a füle, megoldódott nyelvének a köteléke, és értelmesen beszélt. Még egy harmadik igét akarok említeni ezzel kapcsolatban, a Márk 10:52-ben, mikor kérdezte Jézus, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, és ez a vaknak a története. A vak pedig azt mondta, Mester, hogy lássak. Jézus akkor így szólt, eredj el, a te hited megtartott téged, és azonnal megjött a szemevilága, és követte őt az úton. Tehát az isteni nézőpontból az azonnal az azt jelenti, hogy az ima meghallgatások, illetve az Istennek a természet fölötti beavatkozásai fölgyorsulnak. És amiben korábban hosszabb harcon keresztül kellett átmenni, hogy megtörténjen, itt lesz egy csomó olyan mennyei beavatkozás, ami azonnal meg fog történni a 2020-as, illetve a 2021-es évtől. Az ördögi oldala ennek a dolognak, aminek a tudatába kell lenni szintén, az van megírva, hogy a Márk 4:15-ben, hogy a magvető, mikor vetette a magot, és azonnal eljön a sátán, hogy elragadja a szívükbe vetett igét, hogy ezt az ellenség is érzékelni fogja a földgyorsult isteni cselekvés sorozatot, és azt olvassuk az igébe, hogy ő is fog azonnali reakciókat csinálni, amire nekünk készen kell lennünk, hogy ellenálljunk, hogy ne tudja ellopni az isteni dolgokat az életünkbe. És az emberi oldala ennek, csak szintén két igével szeretném megvilágítani, az emberi oldala ennek a Márk 1:18-ban van megírva, így szólt hozzájuk Jézus, kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. És azonnal otthagyták a hálóikat, és követték őt.
Tehát az emberi oldal az azonnal az azt jelenti, hogy amikor hallod az Istennek a hangját, légy kész azonnal lépni, azonnal megcselekedni, azonnal engedelmeskedni, mert ott egy olyan kegyelem fog tudni megnyílni számodra, ami nem elérhető minden más helyzetben, hanem az azonnali engedelmesség tudja ezt felszabadítani. Vagy a Márk 4.29-ben, mihelyt pedig a termés beérett, azonnal sarlót eresztett rá, mert az aratás elérkezett. Tehát itt szintén, itt már az aratásnál tartunk, mindjárt be is lépünk a második témakörünkben, ami itt egy kicsit össze is kapcsolódik, úgy olvassuk, hogy azonnal sarlót eresztett rá, mert az aratás elérkezett. Tehát az emberi oldalról az azonnal az azt jelenti, hogy fontos, hogy az engedelmességnek a szelleme ott legyen rajtunk 2021-ben, hogy készek legyünk azonnal lereagálni az isteni vezetéseket és cselekvéseket. És az aratás pedig azt jelenti, hogy azonnal belépni ebbe, és készen lenni cselekedni. És ez az egyik oldal, amit így a Szent Szellem mondott nekem, és ezért bátorítalak benneteket, hogy legyünk készen Istennek az azonnali beavatkozásaira, vigyázzunk arra, hogy az ellenség azonnali reakcióinak ellen tudjunk állni, és készítsük fel a lelkünket, a szellemünket arra, hogy amikor Isten szól hozzánk, az igén keresztül, szól hozzánk a Szent Szellem által, vagy szól hozzánk esetleg másokon keresztül, amiben fölismerjük az Isten hangját, legyünk készek azonnali engedelmességre és cselekvésre. Ugyanis a hívő élet az nem egy elmélet, az az Isten beszédének a gyakorlati megvalósulása. És ezért ne maradj elméleti keresztjén. A másik terület pedig az aratásról szeretnék egy pár szót mondani nektek, ami szintén nagyon a szívemre került az elmúlt időszakban. Tavaly beszéltem egy 10 éves apostoli látást, amit így a Szent Szellem megmutatott nekem, és abba az a látás az úgy szólt, hogy 2020-2030 az az aratásnak az évtizede a nemzetünk számára. És ez teljesen így is van, és meg vagyok erről győződve, és hálát adok az Istennek, hogy 2020-ban talán soha nem volt még olyan sok megtérő, mint amit itt akár Budapesten vagy az országban tapasztaltunk, és érzékelem, hogy egy hasonló időszak kezd megnyílni, mint ami volt a rendszerváltásnál. Akkor volt egy olyan vákum, ahol akik készen voltak gyülekezetek, ott nagyot tudtak aratni, és sok ember tudott bekerülni Isten királyságába. Most újból azt érzékelem, hogy a rendszerváltás után, néhány évtizeddel utána vagyunk már, hogy egy újabb ilyen vákum van, ahol újból akik készen lesznek, azok fognak tudni aratni és sok embert bevezetni az Isten királyságába. Tehát az aratás elindul ebben az évben, és legyél kész azonnal kilépni az aratásnak a mezejére. És néhány igével szeretném ezt is bemutatni és szemléltetni, és bennem is több dolog megérett egészen gyakorlati módon, hogy hogyan változtassunk a 2021-es esztendőben, akár gyülekezeti vagy hálózati gyakorlatban, azért, hogy azonnal készek legyünk az aratásba is belépni. Mert hiszem azt, hogy az Omega hálózat és az Omega Budapest gyülekezet az Istennek egy erőteljes aratási eszköze akar lenni ebben az időszakban, ahol sok emberi lélek meg tud gyógyulni, sok válságos helyzet helyre tud állni, és sorsforduló tudnak megbekövetkezni a megtérések és az újjászületések által. Pünkösd amúgy az aratásnak az ünnepe is volt, és hiszem azt, hogy egy ilyen időszakba vezet bennünket be a Szent Szellem. A Hósás 6.11 azt mondja, Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsát. Tehát az aratás, az ige szerint az azt jelenti, hogy megfordítom, sorsforduló dolgok történnek nemzet életében és egyének, családok életében. És hiszem azt, és látom tisztán, hogy sok ilyen sorsfordító esemény fog történni ebben az esztendőben, egyének, családok, akár települések életében is sorsfordító, és összességében az egész nemzet sorsát befolyásoló aratás fog jönni. Mert megvan írva a Márk 4.29-ben,
mert magától terem a föld. Először zsengeszárat, aztán kalászt, majd érett szemet a kalászban. Mihely pedig a termés beérett, azonnal sarlót eresz rá, mert az aratás elérkezett. És szeretném ezt mondani nektek, hogy az aratás elérkezett. Mit jelent ez? Hogy magától terem a föld. Hogy egy csomó olyan élményünk lesz, hogy amiért a korábbi években sokat dolgoztunk, és alig volt hozadéka, most egy olyan korszakba lépünk bele, amikor magától terem a föld. Hogy alig teszel valamit, és emberek megtérnek, megváltoznak, meggyógyulnak. Mert ez az aratásnak a korszaka. Ez az aratás elérkezett. És bátorítok mindenkit abban, hogy legyél készen az aratásra. Mert ez egy nagyon-nagyon jó időszak lesz, mert nem csak nemzeti szintű, nem csak gyülekezeti vagy hálózati szintű aratás, hanem egyénileg a te személyes életedben is elérkezhetnek olyan dolgoknak az aratásai, amit eddig még nem tapasztaltál meg. Egy másik igét szeretnék még olvasni ezzel kapcsolatban, Jelenések 14:15. Egy másik angyal jött ki a templomból, hangosan kiáltott annak, aki a felhőn ül, erezd neki a sarlódat és aras, eljött az aratás órája, mert megérett a föld aratnivalója. A felhőn ülő földre vetette sarlóját, és learatta a földet. Na, ez a mennyben történő jelenet, de ennek a földön történő eseményeknek tükrözni kell azt, ami a mennyben történik. Hogy kezdődött ez a történet? Először is az angyal kijött a templomból. Ki az angyal? Az hírvivő, üzenet közvetítő. Most a gyülekezetnek, a magyar eklézsiának és mindegyikünknek hírvivővé kell válnunk. Üzenet közvetítővé kell válnunk. Ami üzenetünk az evangélium, ami üzenetünk Krisztus és a kegyelemnek az üzenete, ami még utoljára, az ítélet órája előtt ki kell hirdetnünk az embereknek. Tehát így az angyal üzenet közvetítő volt. Kijött a templomból, és ez a második dolog, amit az egyháznak is tenni kell, ki kell menni a templomból, ki kell menni a gyülekezetek falai közül, oda, ahol az emberek vannak, mert az Isten királysága az nem csupán a templom falaira korlátozódik, hanem az Isten királysága mindenhol ott van, ahol az emberek is ott vannak. Ezért ki kell mennünk a gyülekezetekből. Ezért el is döntöttem egyet az Omega Budapest gyülekezetbe, februártól az Ima Böjt kampány után minden hónap első hete, vagy az utolsó hete, még majd megbeszéljük, ez egy missziós hét lesz, és semmilyen gyülekezeti program nem lesz, hanem utcai evangelizáció, különféle személyes evangelizációs programokat fogunk csinálni, hogy kimenjünk a gyülekezetből, és kimenjünk a templomból. Tehát az angyal, a hírvévők, kijött a templomból, és hangosan kiáltott annak, aki a felhőn ült. Tehát fontos, hogy a mi hangunk megerősödjön, az evangélium hirdetésének a hangja megerősödjön mindenhol, nemzeti szinten is, hogy meghallja mindenki. És ezután eljön az aratás, ahogy itt olvastuk. És az Úr pedig együttműködik az aratókkal. És hiszem, hogy ez ugyanígy lesz. Ezért azt mondja, megfújta a trombitát. Tudod, a trombita az mindig a mozgósításnak a jele volt, és szeretném fújni itt a trombitát nektek és mindenkinek, akihez ez eljut ez az üzenet, hogy legyél kész az aratásra. Most a családodban, a rokonságod körében, barátaidnál, munkatársaidnál elő lett készítve a szív. Elő lett készítve ez a pandémia, világjárvány arra jó volt, hogy az emberi szíveket felszántotta, előkészítette az evangélium magjának a befogadására. Ezért legyél kész az aratásra. És figyelj ide, lesznek, akik azonnal érteni fogják az idők szavát és megmozdulnak, lesznek, akik a második hullámba fognak fölbátorodni, és látva a kezdeti gyümölcsöket, lesznek, akik a kiforrott gyümölcsök láttán indulnak majd el be az aratásba, ez lesz a harmadik hullám, és lesznek olyanok, akik sohasem fogják megérteni az idők szavát. Lesznek olyanok, akik csak kritizálni fognak, szembe mennek, és el akarják lehetetleníteni ezt a folyamatot, és lesznek olyanok, akik, de ki kell mondanom, bele fognak halni ebbe a folyamatba, mert az árral szembe fognak úszni. És mert Isten számára ez az aratás nagyon fontos, mert nagyon szereti az embert,
és nem akarja, hogy az ember elveszen. És nem véletlenül van megírva a példabeszédek 10-ben, aki álomba merül az aratás idején, szégyelni való fiú. És hiszem azt, hogy a magyar eklézsiában is kevés lesz a szégyelni való fiú, mert az aratás idején nem az álomnak az ideje van. És imádkozunk azért, hogy minél több munkás legyen kiküldve az aratásba. És erre bátorítalak benneteket, hogy fehérek az aratásra, az emberek szíve elkészült, hogy legyünk készen arra, hogy kimenjünk és arassunk. Az aratásban lesznek egy nagyon sok olyan mag fog most kikelni, ami már régen el is lett talán felejtve, és el lett vetve. Lesznek olyan magok, amik hosszú távon fognak kikelni. Lesznek olyan aratások, amik nem is vetettük el, hanem még az előző generációknak a vetése, és azok is elkezdenek kikelni. De minden, ami történik, tudnunk kell, hogy minden aratás kegyelemből van. Istennek a kegyelméből van, és minden, amit kapunk, az kegyelemből történik az életünkben. De a nagy aratásnak az egyik legjobb mottója a 126. Zsoltár, úgyhogy erre bátorítalak benneteket, és hiszem, hogy sokan meg fogják élni ennek a Zsoltárnak a valóságos tartalmát most, 2021-ben, amely így szól. Mikor visszahozta az Úr Sion fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadalommal. Akkor így szóltak a népek. Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr. Ezért örvendezünk. Fordíts jóra sorsunkat, Uram, mint a patakokét a délvidéken. Aki könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki sírva megy, mikor vetőmagját viszi, örvendezve jön vissza, mikor a kévéit hozza. Ez egy fantasztikus egy zsoltár, nem fogok most belemenni, de ennek a zsoltárnak a megvalósulása jó néhány személynél, jó néhány családnál meg fog történni, és hiszem azt, hogy tömegesen meg fog ez történni, hogy akik sírva vetettek, azok örvendezve jönnek vissza, a kévéit hozzák. És ezért bátorítalak, hogy legyél kész az aratásra. És van egy titok, aki részt vesz az Úr munkájának az aratásában, annak a személyes életében is. Nagyon sok aratása lesz. Legyél kész arra, hogy arassál üzletileg, legyél kész arra, hogy arassál az életed más területén is, mert amikor részt veszel a nagy aratásban, a nemzet nagy aratásában, akkor Isten megadja neked a személyes aratásokat is. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Úgyhogy erre az évre mindenképpen úgy szeretném összefoglalni, hogy kevesebbet törődni magunkkal, és sokkal többet a küldetéssel. És készen lenni, azonnal reagálni, azonnali reagáló hadtestként működni az Isten királyságában, és sokkal többet fogunk látni az Úr dicsőségéből, mint eddig láttunk. Úgyhogy ezért gyakorlati változásokat is hozzatok ebben az esztendőben. Mint ahogy mondtam, én már el is döntöttem, hogy itt a budapesti gyülekezetben lesznek gyakorlati változások többek között. A nyár folyamán nemzeti szinten soha nem látott mennyiségű missziós csapatokat fogunk kiküldeni a különféle városokba, evangéliumot hirdetni, a határon túli területekre, a trianoni határon belül, és biztos vagyok benne, hogy nyugat-európai magyarokhoz is fogunk kiküldeni szolgálókat, hogy képviseljék az evangéliumot. Mert itt van az aratás, itt van az Isten azonnali cselekvésének az ideje. Itt van az az idő, amikor Isten szelleme indít téged is, hogy azonnal lépjél, amikor ő szól hozzád, amikor ő akcióba akar lépni veled. Úgyhogy így kívánom, hogy ez az esztendő legyen áldott és gyümölcsöző mindenki számára. Így kívánom, hogy bízod újra életedet Krisztusra, és a te áldásod meg fog jönni, és az Úr munkatársaként tudsz működni ebben az esztendőben is. Úgyhogy ennyit szerettem volna nektek mondani, és szeretném egy áldással lezárni. Most így itt az új évnek a hajnalán egy áldást mondani ezzel kapcsolatban, úgyhogy legyél kész fogadni most ezt az áldást. Mennyei Atyám, én hálát adok neked azért, hogy van szavad hozzánk. Hálát adok neked, hogy nincs bezárva a menny,
hanem és ott lehetünk, Uram, Te előtted azzal a szívvel, hogy szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád. És Atyám, köszönjük ezt az évet. Uram, megáldjuk ezt az évet. És kijelentjük, hogy egy reményteljes jövőnk van Jézus Krisztus által. Megáldjuk ezt az évet. És Uram, fölszabadítjuk a mennynek az azonnali cselekedeteit az életünkbe, a gyülekezeteinkbe, a nemzetünkbe, hogy jöjjenek a mennyei azonnali beavatkozások, amire nem kell várni, hanem megtörténik. És köszönöm, Uram, hogy megállhatom a gyülekezeteket, megállhatom a magyar eklézsiát, hogy egy más dinamikával fog működni ebben az évben. Egy más dinamikával. És Uram, megáldom a Te népedet azzal, hogy sokkal érzékenyebbekké tudjunk válni, ne csupán a Szent Szellemre, hanem az ellenséges mozgásokra is. És érzékeljük, azonnal lereagáljuk, amikor az ellenség különféle negatív dolgokat, terveket készít. Uram, megáldom a Te népedet ezzel az érzékenységgel. És Uram, megáldom a Te népedet az engedelmességnek a szellemével, hogy készek legyünk azonnal engedelmeskedni Neked. És cselekedni akkor, amikor a cselekvés órája van. Az Úr Jézus nevében. És Atyám, hálát adunk Neked, hogy itt van az aratásnak az időszaka. Uram, és fölszabadítjuk az aratásnak a kenetét. Fölszabadítjuk az embereket erre, fölszabadítjuk az aratásnak a kegyelmét a nemzetünkbe, a gyülekezeteinkben, fölszabadítjuk a családjainkba. Uram, azok az emberek, akik nem tértek még meg, fölszabadítjuk őket az aratásra, a baráti körünkbe. Uram, mindazokat, akiket ismerünk, és fölszabadítjuk ezt az aratást a magyar nemzetbe, határon belül, és a trianoni határokon belül is. Fölszabadítjuk ezt az aratást. De Uram, fölszabadítjuk a Nyugat-Európában, a tengeren túlról lévő magyarság életében is, fölszabadítjuk ezt az aratást. Uram, köszönöm, hogy megmozdítod ezt a népet ebben az esztendőben, és a népnek a szívét hozzád fordítod. Uram, ezért a Jézus nevében áldást mondunk mindenkire. Uram, és a Te szellemed munkálja ezeket a dolgokat bennünk. És Uram, megáldjuk a mi nemzetünket, megáldjuk ebben az évben, hogy továbbra is növekedjen, erősödjön, és meghallja az aratásnak a trombitáját. Az egyház, és Uram, mindazok, akik még nem térték meg, meghallják, legyen halló fülük az evangéliumra, és befogadó szívük ebben az évben, a Jézus nevében. Ezért legyen áldás a mi nemzetünkön ebben az évben. Ámen. Isten áldjon meg benneteket. Boldog új évet mindenkinek!